Ez az ünnepség tetején nagyon régen indult. 1980-as években még a Rézrák étteremben volt egy találkozó, az úgynevezett Pentelei Arany Ifjak találkozója. Akkor véletlenül jó magam egy kisebb baráti társaságban Pentelei fiatalok betévettük, és láttuk a régi nagy Penteleieket, Budapestről ünnepült Várnai Laci, Fekete István, Hoffmann Billát, Lujis Györgyöt, Tóth Györgyöt, a Drótert, hogy ott ünnepelték, és találkozgattak minden évben egyszer. Akkor határoztuk el, hogy hát akkor a Pentelejéket mi is összefogjuk, és egy kis ünnepség keretében megünnepeljük. Tegnap a szervezőbizottságnál mutattam azt a régi címjegyzéket, 600 Pentelei volt az akkori népsorban, akit a 90-es években meghívtunk, és 350-400-an a szórán és a udvarán tartott ünnepséget meg is jelentünk. Sajnos a mai napjainkban már úgynevezett igazi Penteleiek, akik a 1951-ben születtek, nagyon kevesen voltak, meg vannak. Alig 10-20 meghívót kellett nekik kiküldeni. Most pedig nagyon nagy szeretettel szeretnék köszönteni a körünkben megjelent Hindi László képviselő urat, Végér Tamás képviselő urat, Juhász Zoltán képviselőjelölt urat, Köröztös Sános képviselőjelölt urat, és Melkovics Sános dr. Galambos Nénes titkárát. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm a Csantavédiek küldöttségét, akik, ha hivatalosan nincs is kimondva, nekünk testvéreink.